Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A tegnapi napon megtartottuk az évértékelő parancsnoki értekezletünket, országos rendőrfőkapitány helyettes úr jelenlétében és meghívott vendégeink jelenlétében, és arról szeretném Önöket és Önökön keresztül Vas megye lakosságát tájékoztatni, hogy hogy alakult a megye 2016. évi közbiztonsági bűnügyi helyzete. Nagyon röviden azt tudnám mondani, hogy az évtizedes hagyományoknak megfelelően alakult a közbiztonság és a bűnügyi helyzet az elmúlt esztendőben. Tovább csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. Tavaly összesen 4487 bűncselekményt regisztráltunk, ami azt jelenti, hogy ahogy ott látják is, 17,87%-kal volt kevesebb a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt esztendőben 2015-höz viszonyítva. Érdekes módon két kapitányságunkon volt növekedés, Kőszegen és Vasváron. Kőszegen egy 24,6%-os, Vasváron pedig egészen elbevágónak tűnhet az adat, 55,8%-kal emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma. Ami azért abszolút számokban Vasváron sem nagy, de ennek van konkrét oka. Mindkét kapitányságon egy-egy olyan nyomozást fejeztek be, ahol Kőszegen 107 bűncselekményt, Vasváron pedig 149 bűncselekményt regisztráltak, ez pedig a kapitányság méreteihez és az eddigi adatokhoz képest egy egészen gyökeres változás. Egy-egy ügyhöz kapcsolódik mind a két eset. Kőszegen internetes csalás történt, amelynek az elkövetői nem Vas megyeiek, és a 107 sértettből mindössze 3 volt Vas megyei. Tehát a 104 bűncselekmény egyébként nem Vas megyében történt, de nálunk regisztrálták, mert Vas megyei nyomozóhatóság fejezte be az eljárást. Vasváron pedig 149 sértettők, valamennyien Vas megyeiek, egy pénzügyi ZLT területi képviselője valós személyek adatait felhasználva készített fiktív szerződéseket, és fizettette ki a szerződések alapján az összegeket. Ezek nélkül, az eljárások nélkül Kőszegen is csökkent volna a regisztrált bűncselekmények száma, Vasváron pedig legalább stagnált volna. Ezen a képen azt látjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően továbbra is a megyeszékhelyi rendőrkapitányságon történt a legtöbb bűncselekmény, illetve a megyeszékhelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Ezután Körmend és Sárvár következik, majd pedig Kőszeg és Vasvár, hisz az előzőekben elmondottak miatt ők kerültek erre a helyre. A legkevesebb bűncselekmény az a Celdömölki rendőrkapitányság illetékességi területén történt az elmúlt esztendőben. Ezen a táblán talán lehet látni, ott alul 19. helyen vagyunk a bűnügyi fertőzöttség rangsorában. Csak Nógrád megyében volt kevesebb regisztrált bűncselekmény az elmúlt esztendőben. Ez egyébként megfelel szintén az évtizedes hagyományoknak. Általában, ahogy itt látják, 18. Tolna, 19. Vas, 20. Nógrád. E három megye az, amely úgymond verseng az utolsó, a 20. helyért, amely ebben a rangsorban a legjobb. Tehát általában mi hárman vagyunk ott a végén. 17,84%-os csökkenéssel is csak a 19. helyet tudtuk elcsípni, mert Nógrádban közel 25%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, ott pedig ugye azt láthatják, amiről beszéltem, hogy Kőszeg és Vasvár a két növekedés, de ennek ez az egy-egy konkrét ügy az oka. Ezen a térképen azt látjuk, hogy a 100 000 lakosra vetített bűncselekmény szám alapján pedig még jobbak vagyunk, hiszen látják, hogy ott az a fehér négyzet, az csak Vas megyét mutatja, tehát a 100 000 lakosra vetített bűncselekmény szám alapján Vas megyében volt a legkevesebb bűncselekmény az elmúlt esztendőben.
Az elmúlt 20 év átlagában ugye arról szoktunk beszélni, hogy 1,9%-a történik az országban ismerté vált bűncselekményeknek. Ugye az egész oszlop mutatja az országos, és ott az a kis pici sáv, az mindegyiknek a tetején Vas megyét. Ez az arány, ez 1,6% volt az elmúlt esztendőben, tehát 0,3%-kal jobb, mint mondjuk az elmúlt 20 év átlaga. Ilyen alacsony arány ugye 2012-ben volt legutóbb 1,6%. De az elmúlt jó néhány évben, évtizedben 2% fölé nagyon ritkán ment az arányszám. A nyomozás eredményességi mutatónk alapján országosan a 6. helyet szereztük meg a 20 értékelt közigazgatási terület között. Ez egy pici visszaesés a tavalyihoz képest, de igazán számunkra a felderítési eredményesség az igazán meghatározó, amelyben országosan a 2. helyet szereztük meg. Külön kell beszélni a kiemelt bűncselekményekről, ugye 14 bűncselekmény tartozik a kiemelt kategóriába, ezeket külön mérjük, hiszen a lakosság szubjektív biztonságérzete szempontjából ezek döntően meghatározóak, és látható, hogy ebben is egy jelentős csökkenés történt. Hetes 3%-kal csökkent a kiemelt kategóriába tartozó 14 bűncselekmény az elmúlt esztendőben Vas megyében. Ugyancsak javult a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is, ez szintén nagyon komoly hatással van a lakosság szubjektív biztonság érzetére, hiszen a közterületen történt bűncselekményeknek szinte mindig van közönsége, és ezt mindig látják az emberek, hogyha ott történik valami. Igen. Ez egy nagyon érdekes táblázat, ugye most már 2012-től, amióta hazakerültem, mert ugye csak egy apró megjegyzés, ez nekem tegnap a két megyében összesen egy jubilómi évértékelő értekezlet volt, hiszen ez volt a 10. Ugye Zalában 2008 volt az első, és ugye gyakorlatilag február 1-én a 6. itthoni évemet kezdtem meg megyei rendőrfőkapitánként. Ami ebből érdekes, 2015-ben gyakorlatilag megduplázódott azoknak a településeknek a száma, ahol egyáltalán nem volt bűncselekmény. Ezt a számot tartani tudtuk 2016-ban is, ez a 216 településnek a közel 11%-a. Emelkedett valamelyest azoknak a településeknek a száma, ahol nem érte el a 10-et a bűncselekmény szám, és az adányuk 67,2% körül van. Valamelyest csökkent ugyan a 10 és 19 közé, tehát a 10 és 20 közé első bűncselekmények száma, de még így is jóval 10% fölött. Ez a három kategória gyakorlatilag 90%-a a településeknek, tehát azt mondhatom, hogy a 216 település mintegy 90%-án vagy egyáltalán nem volt bűnözés, vagy a bűnözés egészen minimális szinten maradt. Ezzel is tartom összefüggésben lévőnek azt, hogy a Belügyminisztérium által évente elvégzett kérdőíves felmérés, amelyet önkormányzatok, iskolák, egyéb civil szervezetek között készítenek, az az 5-ös skálán, ugye 5-ös, hogy iskolában 1-től 5-ig osztályozzák a jó és rossz tanulókat, hogy egyszerűbb legyen, az 5-ös skálán 4,36%-os átlagot értünk el a jó néhány kérdés kapcsán. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2012-t kivéve mindig 4 fölött tudtuk tartani ezt az átlagot, tehát összefüggés van a településeken történt bűncselekmények és az önkormányzati felmérés között is. Itt pedig azt látjuk, hogy az egyes rendőrkapitányságok területén az önkormányzatok hogy értékelték ezt a munkát a kérdőíves felmérés alapján, és
meg is mondom maguknak, hogy volt három olyan település, ahol színötös osztályzatot kapott a rendőrség, ez pedig Csánik, Kemenes Mihályfa és Meszlen. Ahogy látják, a két oszlop diagramból az elmúlt évben növelni tudtuk a közterületi jelenlétet, akár létszámban, akár pedig közterületi ódaszámban is, annak ellenére, hogy azért az EU-s díjjal kapcsolatos közterületi szolgálat elég komoly elvonóhatást jelent, és elvonóhatást jelentett az is, hogy a szerb-magyar államhatáron felállított kerítés őrzésében az összes többi megyével együtt Vas megye is nagyon komolyan kivette a részét, és ez ebben az esztendőben is így történik. Ennek ellenére növeltük 2015-höz képest a közterületi létszámot is, és a közterületi ódaszámot is. Ebben lehet, hogy egy kicsit közrejátszik az is, hogy tavaly májusban, amikor megnyílt Körmenden az ideiglenes befogadó állomás, olyan közterületi jelenlétet produkáltunk Körmenden, hogy egy idő után már az volt a gond, hogy túl sok a rendőr a városban. Kétségtelen, hogy a tetten élt ittas vezetők számában ez a közterületi jelenlét érzékelhető is volt. Azt hiszem önöknek felesleges mondanom, hogy Vas megyében a turisztikai szezon az nem a három nyári hónapra korlátozódik, hanem az egész évre. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a turisztikai idényekben is, tehát gyakorlatilag az egész évben, azokon a helyeken, ahol jelentős számban vannak turisták, és most már itt nem csak Bükkfürdőről és Sárvárról kell beszélni, ezeken a helyeken sem romlott semmit a közbiztonság, ugyanolyan jó közbiztonságot tudtunk teremteni a partnereinkkel együtt, mert meggyőződésem, hogy Vas megye gazdasága szempontjából a turizmus az egy döntően meghatározó tényező. És ha valakivel valami gond történik, tehát feltörik az autóját, vagy ellopják a pokróc alól a pénztárcáját, az nem biztos, hogy jövőre idejön és itt akarja költeni a pénzét, ezért számunkra a turisztikai szezon egy nagyon fontos tényező. Sajnos nincsenek ilyen jó híreim a tavalyi baleseti helyzetünkről. Amíg 2015-ben, és itt alapvetően a halálos balesetekről beszélek, ami 2015-ben 22-en veszítették életüket közlekedési balesetben, addig 2016-ban 26-an. Tegnap még erről a pulpitusról büszkén mondtam, hogy a tavalyihoz képest egészen jól állunk, hiszen tavaly ilyenkor 5 halálos balesetben már 6 halálos áldozat volt. Idén tegnap estig gyakorlatilag nem volt halálos balesetünk. A tegnapi is azért történt, mert a kerékpáros figyelmetlenül tolta ki a bicikliét a kamion elé. A helyszíni szemleadatai alapján egyértelműnek tűnik, hogy a kerékpáros volt a baleset okozója, aki el is veszítette az életét ebben a balesetben. Természetesen egész évben próbáltunk rengeteg intézkedést tenni, hogy javítsunk a közlekedési baleseti helyzetünkön. Sajnos ez nem igazán sikerült, mondom, ilyen áldozatokkal járt a tavalyi közlekedés. Ebben az évben azért az óriási pozitívum, hogy több mint másfél hónapig nem történt halálos baleset a megyében. És nagyon remélem, hogy ez a tendencia így marad. Az persze nyilván illúzió lenne hinni, hogy halálos baleset nélkül meg lehet úszni egy évet. De ha így marad az ütem, mondjuk, hogy két havonta egy halálos baleset történik, akkor azért sokkal jobb lesz a közlekedési baleseti helyzetünk. Az, hogy az M86-os megnyílt és a kamionok alapvetően ott közlekednek, mert nem érdemes nekik lemenni az M86-tól, hiszen tovább mennek autópályán, autóúton, tehát a matricát mindenképpen meg kell venniük, azért ez nagyon sokat számít azokon a településeken, amelyeken korábban azért hozzávetőlegesen napi átlagban 3000 kamion átment. A mi közlekedési baleseti helyzetünkben azt tudna nagyon sokat változtatni, hogyha mondjuk Szombathely, Körmend és majd Körmend, Závafüzes között is legalább ilyen szintű lenne a közlekedés, erre pillanatnyilag néhány éven belül nagy valószínűséggel nem számíthatunk, habár az utóbbi sajtóhírek arról szóltak, hogy azért Körmend és Lábafüzes között legalább kétszer egy sávon valamit csinálnak, és ha már a településeket elkerülné a 8-as, mondjuk Körmend és Lábafüzes között, már akkor sokat tudnánk ezen a helyzeten változtatni.
erről beszéltem, a halálos balesetek arányáról. Itt gyakorlatilag az a lényeg ennek a diagramnak, hogy az ittas okozók száma azért nem nőtt, sőt 1%-kal csökkent 2015-höz képest. Nagyon sok alkoholszondát használunk fel annak érdekében, hogy kiszűrjük az ittas vezetőket, de úgy tűnik, hogy a hétvégeken, főleg péntek és szombat estén nagyon sok ittas vezetővel találkozunk. És amikor arról beszélnek, hogy esetleg kövessük Nyugat-Európát, hogy egy ilyen 0,5-ig engedjük meg, vagy engedje meg a jogalkotó az alkoholfogyasztást, én mindig azt mondom, hogy nézzük meg, hogy amikor teljes alkoholtilalom van gépjárművezetésnél, mennyi ittas vezető van és mennyi ittas okozó, mi lenne akkor, ha megengednénk, hogy mondjuk egy-két sörrel lehessen autót vezetni. Igazán a kerékpárosok alkoholfogyasztási jogosultsága nem nagyon befolyásolta a baleseti helyzetet. Ugye ma a szabály az, hogy amíg képes kerékpáron közlekedni, addig fogyaszthat alkoholt. Most ennek az eldöntése nem egy egyszerű folyamat. Azt szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy aki képes fent ülni a biciklin és tekerni, az nagy valószínűséggel képes alkoholosan is biciklizni. Aztán van olyan, aki józanul sem tud biciklizni. Én nagy bajnak látom továbbra is, hogy valakinek van kerékpárja, ráül, elkezd tekerni, és egy járművel részese a közúti közlekedésnek úgy, hogy egyébként semmilyen közlekedési szabályt nem kell ismernie. Én úgy gondolom, hogy akár általános, de legalább középiskolában olyan szinten legalább kellene közlekedési ismereteket oktatni, hogy legalább a kerékpárosoknak valamit mondhassunk, hogy ez a háromszögletű tábla az azt jelenti, hogy ott meg kell állni. Hogy az egyirányú utcában akkor lehet a szemben kerékpározni, hogyha ezt az utca elején tábla megengedi. Nem tudok ilyen táblát Vas megyében, de olyan biciklisekkel találkozom, akik a forgalommal szemben bicikliznek és meg vannak sértődve, hogyha én ezt szóvá teszem. Az igazán azt tud kiakasztani, amikor párhuzamosan kerékpárút van, és ugye tudjuk, hogy a gyalogosnak elsősége van a gyalogátkelő helyen. Ezen ma már azt látom, hogy a gépjármű vezetők ezt egyre jobban. A kerékpáros is úgy gondolja, hogy akkor neki elsősége van, jön, mert puff, áthajt előtte. Szóval vagy meg tudok állni, vagy nem. Elgázolnék egy kerékpárost a gyalogátkelő helyen, nagy valószínűséggel jó sajtó lenne Vas megyében. Még akkor is, hogyha nem én lennék a hibás. Tehát nagyon sokat foglalkozunk az ittas vezetők kiszűrésével. A másik, ami ki tud akasztani, megmondom őszintén, amikor szép nagy autókkal, ami látszik, hogy nem 2 millió forintos autó, kézben a mobiltelefon és hajtó. Nem igaz, hogyha valakinek van annyi pénz egy autóra, akkor nem tudja megoldani a kihangosítást úgy, hogy ne kelljen neki a mobiltelefon kézben tartani. Mert nem a telefonálása tiltott, hanem a kézben tartott kész. Nem kell telefonálni, csak nem lehet a kezében a telefon. Az még nem tilos, hogy dohányzózni sem lehet vezetés közben, pedig ez ugyanaz a kategória, hogy a kezem foglalt, és nem biztos, hogy az útra figyelek, hanem a dohányzást. Azt hiszem, úgy fogalmaztam tegnap, hogy akár egy önálló értekezletet is lehetne tartani migrációból. Hogy pontosan idézzem önöknek az adatokat, azért odalapozok. Az a migrációs hullám, vagy nyomás, amely 2015-ben jellemezte Vas megyét, az 2016-ban nem volt. De ez az egész országra jellemző, mert amióta a szerb-magyar államhatáron megépült a műszaki határzár, azóta jelentős mértékben csökkent az átvonuló migránsok száma. Csak emlékeztetőül, ugye az OLFK közzétette, hogy 2015-ben 391 ezer migráns jött be az országba, ezeknek az embereknek a 68%-a átvonult Vas megyén 2015-ben. Ez 16-ban nem volt így. És igazán a május 2-án megnyílt körmendi ideiglenes befogadó állomás nem befolyásolta ezt a történetet. Az első 3 hónapban tavaly még jellemző volt ez a migrációs mozgás, több mint 120 embert fogtak el a szombathelyi kapitányság illetékességi területén, elsősorban a szombathelyi vasútállomáson. Ezután ez a mozgás megszűnt, és inkább átment úgynevezett másodlagos migrációba, amely azt jelentette,
hogy a Magyarországon működő ideiglenes befogadó állomásoktól útnak indult emberekkel találkoztunk Vas megyében. Érdekes módon a szlovén-magyar államhatáron a migrációs mozgás az nulla volt tavaly is, meg tavaly előtt is. Úgy tűnik, hogy aki bejut Vas megyébe, az már csak és kizárólag Ausztriába akar tovább menni. Az adatok úgy alakultak, hogy 2015-ben volt 7 embercsempész és 411 illegális migráns, addig ez az arány tavaly megfordult, és 10 embercsempész, ukrán, bolgár, afgán állampolgárok, és 134 illegális migráns jelent meg Vas megyében, ők afgán, szír, szomáliai, pakisztáni, iráni, marokkói, algériai, nigériai, libanoni és iraki állampolgárok voltak. Ha ez a lista kell, akkor ezt Enikő majd ezt a sort megadja, hogy honnan voltak. Én a körmendi táborral kapcsolatos dolgokról nem igazán beszélnék, hiszen annak idején ez elég nagy sajtónyilvánosságot kapott. A dolog lényege az, hogy óriási létszámban voltunk jelen, honvédekkel, polgárőrökkel, rendőrökkel, de igazán például embercsempészek mozgását nem észleltük, és igazán két apró esetet leszámítva nekünk rendészeti gondunk ezzel a táborral nem volt. Ma azt tapasztaljuk, ha bár hivatalos adataim nincsenek, és nem is vagyok hivatott arra, hogy létszámadatokról beszéljek, de egészen minimális létszámmal működik a körmendi ideiglenes befogadó állomás. De erről a bevándorlási, most már migrációs hivatalnak, ugye a BAC neve megváltozott BMH-ra. Mehetünk tovább. Tavaly ugye Szent Márton év volt, nyilván ezzel semmi újdonságot önöknek nem mondok, nem a katolikus egyházról jött el, hanem a prágai bíboros érsek képviselte a Vatikánt, nagyon sok közterületi rendezvény volt, igazán annak köszönhetően, hogy a Szombathelyi Egyházmegyével és Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatával már kellő időben megtettük az előkészítő lépéseket, folyamatos kapcsolatban voltunk, gyakorlatilag rendészeti gond nélkül lezajlott a Szent Márton emlékév Vas megyében. Az idén Szent László emlékév van, ami egy szempontból lényeges, ugye a határőrségnek Szent László volt a védőszentje, tehát igyekszünk azért mi a magunk részéről ápolni a határőr hagyományokat is, hiszen a rendőrség ma már ebből a két szervezetből áll össze az integráció után. Szeretnék beszélni arról, hogy a legfontosabb partnerünk az együttműködők közül a polgárőrség. Látjuk, hogy azért egyel több polgárőr szervezettel van már együttműködési megállapodásunk. Több mint 100-al nőtt a polgárőr igazolványa a rendelkezők száma az elmúlt esztendőben. Ugye 216 település van a megyében. Ez egy apró falvas település szerkezet. Gyakorlatilag nem tudunk minden településen ott lenni, de láthatták a bűnügyi adatokból, hogy nem is kell minden településen ott lennünk. Viszont a polgárőrség ebben nekünk óriási segítséget nyújt. Ezeken a kiskertes apró falvas részeken a lovas polgárőrség különösen fontos. És az illegális migrációval kapcsolatban pedig a határterületeken működő polgárőr egyesületek számítanak nagyon lényeges partnernek. Összességében én azt mondhatom, hogy az együttműködő partnereinkkel tavaly sikerült élhető közbiztonságot teremtenünk Vas megyében, de továbbra is szeretném hangsúlyozni, én három okot látok abban, hogy Vas megye közbiztonsága évtizedek óta olyan, amilyen. Az egyik, az első és talán legfontosabb, hogy a megye lakossága alapvetően törvénytisztelő és becsületes emberekből áll, és nem állítanak bennünket minden nap megoldhatatlan feladatok elé. A második tényező az az együttműködési rendszer, amelyet részben a rendvédelmi szervekkel, nemzetbiztonsági szolgálatokkal, önkormányzatokkal, polgárőrséggel, civil szervezetekkel, egyházakkal tudtunk kialakítani, és nagyon jól együtt is működünk. Ebben természetesen szerepet játszanak nyilván a személyes kapcsolatok is, hiszen ha két szervezet vezetője között bármilyen ellentét lenne, azok a szervezetek nem tudnának nyugodtan együttműködni. A harmadik tényező pedig, így szoktam fogalmazni,
Minadi Kede. Mert ugye a fiatal hölgyek nem emlékezhetnek rá, de Minadi Kede nagyon bölcsen megmondta, hogy kell egy csapat. És hála Istennek ez a csapat Vas megyében megvan. Nem állítom, hogy időnként nem kell cseréket végrehajtani, mert már a második fél időben van, aki elfárad, de a csapat hála Istennek jól működik. És ez a harmadik tényező, amely szerintem abban játszik szerepet, hogy Vas megye közbiztonsága évtizedek óta olyan, amilyen. Egy tragédiánk van, aki világ életében itt élt Vas megyében, annak ez a természetes. És ez a minimális elvárás. Tehát ha ellopnak valahol egy biciklit, akkor már ugye mondják, hogy hát a rendőrség csináljon már valamit, hát ellopták a biciklit. Én azt gondolom, hogy addig, amíg ilyen gondjaink vannak, addig még nyugodtak lehetünk és örülhetünk, hogy itt élünk ebben a megyében. Adjunk hálát az Istennek, hogy ide születtünk és itt élhetünk. Megyegyűlésben szoktam néha mondani, amikor ugye szemembe hányák, hogy hát a körzeti megbízott is kell, meg ne menjenek el a rendőrök olyan gyakran a megyéből. Én van olyan megyei rendőrfőkapitány, akivel semmilyen pénzért nem lennék hajlandó cserélni. Maguk meg képviselő úrak örüljenek, hogy itt élnek Vas megyében, és ehhez mérjék a gondjaikat, és nem az ország másik részén. Én körülbelül ennyit szerettem volna mondani, ha van kérdési, természetesen állok rendelkezésükre. Nekem lenne.